a kalocsaszegi cigány muzsikusok kulturális és társadalmi hálózatáról című könyv, szakdolgozat, doktori disszertáció, ez egy több mint egy évtizedes munkának az eredménye, sőt, talán a eddigi teljes életemnek, hiszen én kicsi gyerekkoromban kezdtem el néptánccal, népzenével foglalkozni, és úgy nőttem fel Kolozsváron, hogy a kalotaszegi cigány muzsikusok, hát ismertem őket, egy idő után barátaim, tanáraim, muzsikustársaim lettek, és amikor elkezdtem tanulni néprajz szakon Kolozsváron, akkor a Pozsony Ferenc tanárom javaslatára, ő mondta, hogy hát miért nem írok ezekről az emberekről, már úgyis ismerem őket, és hát 95-ben jelent meg az első írásom róluk, és hát ugye 2011-ben lett ebből egy kötet, tehát ez tulajdonképpen egy hosszú folyamatnak az eredménye. Röviden erről a könyvről, hát ez egy letűnt világ, mint oly sok letűnt világ van itt Kelet-Európában, és ezt nem úgy kell érteni, hogy ezeknek az embereknek a családjai eltűntek, nem. Tehát fizikai valóságukban mai napig megtalálható Kalotaszegen. Maga a mesterség tűnt el. Én ezt úgy mondom, hogy ez egy keret történet, ugye a 18. században elterjednek Erdélyben is a cigánymuzsikusok, és a 21. században pedig eltűnnek, hiszen az a zenei hagyomány, amiből ők megéltek, az már, ez tulajdonképpen egy ilyen piac kérdés is, nincs már piaca, a mai embereket ez a zene nem érdekli, ezért abba hagyták, tehát az utódok már nem tanulják meg ezeket a muzsikákat, amin lehet sajnálkozni, vagy nem sajnálkozni, de ez egy tény. Jelen pillanatban én a könyvben is ez le van írva, az 50-es években, az 1950-es években Kalotaszegen körülbelül 25-30 banda működött párhuzamosan. Szinte minden faluban, kalotaszegi faluban volt egy zenekar, volt ahol több is. Ezek nagyjából családok voltak, ilyen zenész, ahogy szokták ők mondani, zenész dinasztiák. És ez nem csak Kalotaszegre jellemző, hiszen Erdély bármelyik más néprajzi tehetségére. Viszont jelen pillanatban 50 év elteltével nagyon nehezen lehet egy zenekarnyit összeszedni teljes Kalotaszegről, akik ezt a hagyományos, tradicionális hangszeres zenét ismerik és játszak. Az a tradicionális tánckultúra, amit mi néptáncként nevezünk a köznyelvben, és amit annak tartunk, az tulajdonképpen nem fedi a valóságot a jelen pillanatban, ugyanis hogyha azt mondjuk, hogy a folklór az egy élő dolog, akkor a jelen pillanatban a néptánc az a diszkó, hiszen az történik a mai világban. Amire mi azt mondjuk, hogy néptánc, az egy történeti tánc hagyomány, ami a 19. században kristályosodott ki olyan formában, és a 20. század elején, ahogy mi azt megismertük, és ahogy hál' Istennek az Európa szintű világhírű magyar etnokorológia, azaz néptánc kutatás felgyűjtötte, itt azért említsük meg Martin Györgynek a nevét, hiszen nélkül ez nem történt volna meg. És akkor itt a mai néptánc kutatás számára ez egy dilemma, hogy tulajdonképpen a tárgy az egy olyan kutatási tárgy, ami már csak archívumokban létezik, illetve az úgymond revival mozgalmakban, hagyományőrző mozgalmakban, és maga a terep az már nem erről szól. Tehát ez az egyik kérdés. És az a táncos anyanyelv, amire olyan sokszor hivatkozunk, ugye, mert nagyon sokszor hivatkozunk erre, az tulajdonképpen azok számára volt táncos anyanyelv, akik ebbe felnőttek, ebbe szocializálódtak. A mai ember nem ebben nő fel, tehát ugye a falusi hagyományban a gyereknek szinte kötelező volt megtanulni táncolni, hiszen ez hozzátartozott a mindennapokhoz, meg énekelni, meg egy csomó minden. A mai világban nem kötelező táncolni ahhoz, hogy valaki érvényesüljön, sőt, még énekelni se, és én azt szoktam mondani, ezt most itt nem mondtam, hogy elfelejtünk kézzel írni, mert elfelejtünk énekelni, elfelejtünk táncolni is. A mai városi emberek nem nagyon táncolnak, de már falun sem nagyon táncolnak. És emiatt ez a úgymond táncos anyanyelv, ez, amit a néptánc oktatás művel az elmúlt 15-20, Magyarországon egy kicsit korábban kezdték, ez tulajdonképpen egy idegen nyelv oktatás. Természetszerűen ez számunkra egy nagyon fontos idegen nyelv, hiszen nem olyan szempontból idegen, hogy nem a miénk, hanem olyan szempontból, hogy a módszertan az olyan, mint hogyha egy idegen nyelvet tanulnánk. Egy konkrét példát mondok, ugye Székközség itt van tőlünk
10 kilométerre, a táncház bölcsője, ahogy szokták mondani, hiszen onnan vették át Magyarországon is a formát, meg itt Erdélyben is a városi táncházak. Széken a 90-es évek elején fiatalok voltunk, nagyon sokat jártunk, még viselőbe jártak, minden héten volt tánc, a velünk egyidős generációk tudtak táncolni. Eltelt 15 év, és 2006-ban a széki, mostani hagyományőrző széki Szalmak Alap Néptánc Együttes vezetője felhívott telefonon, hogy Széken szerveznek gyerekeknek, széki gyerekeknek néptánctábort, mennék-e tanítani. És számomra ez azért volt dilemma, hogy én kolozsvári lévén, városi gyerek lévén, hogy tanítsak széken, széki táncokat egy olyan faluban, ahol az idősebb nemzedékek, tehát még a velem egy idősök is tudnak táncolni. És tényleg az volt, hogy kimaradt az a 15 év, amikor teljesen felbomlott ez a társadalom, ilyen szempontból, és hát módszertanilag úgy kellett ezeket a széki gyerekeket megtanítani táncolni, hogy én Kolozsváron tanítom a saját gyerekeimet táncolni a kolozsvári Bogáns Néptánc Együttesbe, tehát hogy már nem, nincs idő arra, hogy akkor most, nem tudom, eltelik 5 év, és akkor aprók tánca, és akkor utána lesik a nagyok tánca. Mert nincs se aprók tánca, nincs se nagyok tánca, nincsenek táncalkalmak, nincs hol begyakorolni, amúgy se érdekli őket, lehet érvényesülni a világ bennélkül is. És tulajdonképpen itt Széken a 90-es években bomlott fel. Máshol hamarabb, tehát ez attól függ, hogy ilyen szempontból ez lehet, hogy durva. A kommunizmusnak volt egy hagyományőrző szerepe is, hiszen egy csomó minden nem jött be az országból. Az oktató, a pedagógus kell ezt tudatosítsa, hogy amit én átadok, az nem egy ilyen ősidők óta létező, és ameddig lesz létezendő dolog, hanem ennek volt egy története, valahonnan fejlődött, valami lett belőle, és amit mi most csinálunk, mint hagyományőrzés, a 21. század elején, ez tulajdonképpen ez egy nagyon anakronisztikus dolog, mert mi szembe megyünk az idővel.